kikapcsoltam. Ti indulásra készen vagytok? Szállnak is indulok. Szofi? Nem is adtam rá a sónadrágot. Indulásra kész? Mert nem csak olni. Igen, ma van a napja, amikor indulunk gyopáros fürdőre. Jó, már hangom is elmegy. Mit szóltok a szép baseball sapkámhoz? Ez egyébként a baseball sapka az azért van, mert nincs most bezselézve a hajam, és ezzel próbálom javítani a kinézetemet. Na, megint széttört a telefon. Tényleg? Tört? Nem. Ez minek kell? Ilyen kiegészítő? Nem elég hangos? Nem volt. Egy kis nasi útra való. Tavasz júgál. Tudod, kamulós velem? Azt hiszem, itt vagyunk. You'll think I believe it. A fantastic tale like that. I imagine you find it incredible. Hát itt vagyunk bent a fürdő területén, 1800-as években itt gyümölcsösök és veteményesek álltak, és az itt hátam mögött lévő tavat, akkoriban még nem fürdőzésre használtak, illetve nem ismerték még jótékony hatását, azt majd csak később derült ki, hanem az állatokat fürösztették annak idején benne. Szofinak a vízi mellénye, illetve nem is vízi mellény, hanem ez egy ilyen vízitartó, amiben tudod, így belerakod a kisbabát, aztán a vízbe úgy el tud úszkálni. Ezt most fel kell fújjam. Remélem, hogy nem fogok beájulni. Az a helyzet, hogy itt vannak a lépések, hogy első, második, harmadik. Szerintetek az azt jelenti, hogy milyen sorrendben kellett volna fölfújjam, mert akkor elég nagy bajban vagyok, ugyanis én fölfújtam a harmadikat. Sok medencén kívül ebben a fürdőben van egy tó is, ami itt van a hátam mögött, ahol fürödni ugye nem lehet, viszont lehet csónakázni és még vízibiciklizni is. Ezt a tavirózsa farmot nézzétek meg! Nézzük meg akkor, hogy hány medencével is várják a vendégeket itt gyopáros fürdőn. Mit szóltok hozzá? Gyerekmedence. Termálmedence.
Fedett termálmedence. Toronymedence. Tó. Élménymedence. Benti medence. Csúszdák. Lehet azt mondani, hogy túl sok volt egy picit a napból? Mármint nem a napból, hanem a nap, ami fönt van az égen és süt rá. Hibátlan szuper jó ez a nap. Rengeteg itt a nagy terület. Vannak fák is, árnyékos helyek, ami egy fürdőnél ez igazán előnyt jelent. A gyerekekkel nagyon jól el lehet lenni. Vannak különböző medencék, nem is egy gyerekmedence van, hanem sokkal több. Van csúszda is, azt láthattátok. Be kell valljam, hogy nagyon féltem lecsúszni azon a csúszdán. Én nem vagyok ilyen csúszdázós típus. Egyetlen egy dolgot sajnálok, az pedig az, hogy valami oknál fogva lemerült a GoPro, és nem tudtam tovább használni. Néhány videót vettem csak föl vele. Mi voltak az úszótársaink? Aranyos, aranyos kis havertársak. Úszótársak. Úszóka. Jó, hogy van mellette hangja, legalább látszik, hogy mekkora. Ennyi volt indulás haza. Na hát. Még egy busztánk.